Sorra érkeznek a nem luxus táska adományok. A mozgalom célja, hogy alapvető tisztálkodási, higiéniai szereket és kozmetikai termékeket juttassanak el a rászoruló nőknek. Ebben országszerte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segít. Az alapvető tisztálkodó tisztasági szerekbe beletartozik a szappanok, a habfürdő, a sampon, fogkefe, fogkrém, a betétek, krémek. A betétek közül kiemelem különösen a női betéteket, erre borzasztó nagy szükség van, és itt megemlíthetném egyúttal a gyerekpelenkákat is, hogyha van valakinek felesleges, akkor nagy örömmel és szeretettel várjuk, és nagyon köszönjük, hogyha valaki meghallja a felhívást, és próbál segíteni azokon, akik közül ezeket az alapvető tisztálkodó szereket, tisztasági szereket nem tudják megvásárolni. A nem luxus táska kampány 2018. decemberében indult, ekkor csatlakozott először a mozgalomhoz Szombathely. Az idei az 5. év, amikor megszervezik a gyűjtését a szükséget szenvedő nők számára a városban. A kampány március végéig tart, a Smile Nyelviskola Király utcai épületében még jövő héten lehet leadni a táskákat. Egy hónapon keresztül folyik a gyűjtés itt nálunk a nyelviskolában. Mindig keddi napokon gyűjtjük 9 órától 18 óráig. Mai napon van a 3. napunk, amikor így gyűjtünk, és meg a jövő héten fogjuk várni az adományokat a hölgyektől. Sok csomag összegyűlt már, mint a korábbi években is, és még várható, hogy még több táska érkezik felajánlásképpen. A továbbiakban a Máltai Szeretett Szolgálat Margaréta utcai székhelyén várják az adományokat. Mi a Máltai Szeretett Szolgálat elhúzzuk az iskolából, és a mi központunkba kerül Szombathelyen a Margaréta út 1 szám alá, és oda érkeznek már a rászorulók, akik már nagyon várják, és állandóan jönnek, és érdeklődnek, telefonálnak, hogy mi lesz. Bár a nem luxus táska kampánya hónap végéig tart, a Szeretett Szolgálat szombathelyi csoportjában egész évben várják a felajánlásokat, hiszen az alapvető higiéniai termékekre egész évben szükség van.